Egyszer volt, hol nem volt, túl az innen, vagy tám még azon is túl, ahol a farkas malacot kúr, volt egy ország, Magyarország. Hát, mit ad Isten, ott éltek a magyarok. A magyaroknak mindenük megvolt, csak éppen drogkereskedelmük nem. Pedig jól tudták, hogy abban van a nagy üzlet, nem a wellness turizmusban. A hétvezér összehívta hát a falu bölcseit, hogy kiokumlálják, milyen drogjai lehetnének a magyarnak. No, jöttek is a jobbnál jobb ötletek. Szent István király a kerítés szaggató pálinkát javallotta. Dózsa a napon érlelt szürke marha szarra esküdött. Lőrinc barát azon a véleményen volt, hogy a legjobb magyar drog csak is a fütyülős varac lehet. Sokáig tanakodtak, ám végül mégsem jutottak dűlőre. Ekkor a csillagszemű juhász elmesélte, hogy nála, sej, az őrölt kalocsai csípős vált be, de igen-igen durván. Hitetlenkedtek ám a magyarok. De amikor a juhász megkínálta őket a tarisznyájából, csak nem utasították vissza. Bölcsei elhatározták hát, hogy sej kipróbálják, mennyire vevők a magyarok cuccaira a fene igényes nyugatiak, és meghívtak közülük egy újságírót az újpusztaszeri fogadhajtó versenyre. Kisvártatva meg is jött az újságíró, mégpedig ügyvédje jelenlétében, mivel köztudott, hogy sej az amerikaiak mindenhová csak ügyvéddel mennek. Várták már őket, hely, hogy ne várták volna? Méghozzá a híres magyaros vendégszeretettel. Nosza, be is pattantak vidáman a kocsijukba, a csillagszemű juhásztól kapott ajándékkal, egy jóféle hazaival megpakolt csomaggal. Nyomban elindultak várost nézni, no meg kipróbálni, mit rejt az ajándék. Először a mágikus őzlábgombát próbálták ki, aztán a híres légyölő galóca következett, a sort pedig a rókagomba zárta. Fene nagy jókedvüket csak tetézte, hogy épp a faluban időzött a vásározó vidámpark. Először a céllövöldénél próbálták ki a szerencséjüket. Végül, megnyugodván, megpihentették fáradt tagjaikat a körhintán. A magyarok mindeközben Mátyás pincéje előtt gyülekezve fenemód örvendeztek, hogy az amerikásoknak mennyire tetszik a jóféle hazai. Mert biz, az amerikásoknak annyira megtetszett a magyar okosság, hogy vettek is azon nyomban egy jó nagy pakkot belőle. Volt abban kalocsai fütyülős barack, kerítés szaggató, de még egy adagnyi finoman kiszárított parlagfű is. Hely, el is vitték a nagy vízen túlra sej a magyar rafináltságokat. Hát így lett híres szerte a nagyvilágban a magyar paprika. És azóta tudják a magyarok, hogy az amerikások a kábításunkat úgy beveszik, mint Moszkvics a balkanyart.